Köszönjük a sok-sok szeretetet, támogatást, amit kaptunk a válogatottnál. Most azokról sem szabad megfeledkezni, akik betegséggel küzdenek. Nekik is minden támogatónak boldog karácsonyt kívánok. To say thank you very much for supporting us, not only for the two matches against Norway, and I hope you can support us for next year, 2016, and everybody knows we want to play a good tournament, but the most important thing, a lot of health, peace in Europe. It's for me the most important thing. Football is a wonderful case, but more important, a peaceful life. And yes, and thank you very much. Természetesen nem felejtjük el azokat sem, akik folyamatosan mellettünk álltak, szurkoltak a playoff körben, valamint az összes válogatott mérkőzésünkön. Úgyhogy az összes szurkolónak szeretném üzenni, hogy remélem szeretetben, valamint örömmel telnek majd az ünnepek, valamint áldott karácsonyt, és boldog új évet kívánok mindenkinek. Thank you very much for this fantastic year, for the support. It was amazing, especially in the last game against Norway, that they give us so many support, the 12 men behind the team, and we all together, we deserve this success and to go next year to France. Yeah, for the new year 2016, I wish you all the best. Health, of course, peace, of course, because we have a very, very difficult time now in the whole world, and hopefully nothing will happen. And I wish you all the best, and all your wishes hopefully will be true in the next year, and for us personally in the football area, that we are successful, that you enjoy our game in the Euro 2016. Hát nagy részt egy sikeres éven leszünk túl hamarosan. A nagy válogatott több évtized után újra Európa-bajnokságon. Ezt ami egy óriási eredmény. A futszál szintén Európa-bajnokságra jutott, sokat fejlődött a női futball, sőt az U17-es, U19-es korosztályba kijutottunk az elitkörbe, és a strandlabdarúgásba is ott vagyunk a világ élvonalába, tehát mindenképpen elégedettek lehetünk, de nem mondhatom azt, hogy minden területen jól teljesítettünk, és nincs szükség további kemény munkára, hiszen az utánpótlás csapataink a férfi labdarúgásban nem szerepeltek túl jól, és hát az út kezdete ez, hiszen nem szeretném, ezt egyszeri esemény lenne, hogy Európa-bajnokságon játszik a csapatot, jól is kellene szerepelnünk, és hát nyilvánvaló egy elvárás lenne, hogy ezentúl lehet, akkor szinte mindig ott legyünk ezen az Európa-bajnokságon. Ehhez sokat kell fejlődni játékosoknak, edzőknek, a klubok vezetésének és mi magunknak is, hiszen nagyon fontos, hogy azokat a forrásokat, amik rendelkezésre állnak, a leghatékonyabb módon használják fel a szövetség és a klubok is együttesen. Én bízom benne, hogy a külföldi edzők jelenlétével, a megújuló edzőképzéssel egyre több korszerű ismeret áramlik be a magyar futballba, és remélem, hogy mindez majd termékeny talajra is fog hullni. Ebben az esetben remélem azt tudom mondani, hogy majd a jövő évben, hogy sikeresek vagyunk minden fronton, az utánpótlás csapatoknál is, és hát ehhez kívánok mindenkinek jó erőt, egészséget, sok munkát, békés ünnepeket és boldog új.